Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kép ott van, csak meg kell örökíteni. Ezzel a Robert Capa idézettel köszöntöm Önöket itt ma este. Nagymaros város önkormányzata fotópályázatot hirdetett Nagymaros kincsei témakörökben. A beérkezett fotókból készült egy válogatás, melyet kiállítás formájában most Önök elé tárunk. Azt hiszem, ez egy sikeres pályázat volt. Ha jól számoltam, 186 kép érkezett a pályázatra, 23 alkotó, akik ezeket a képeket készítették. Mi ezeket a képeket tartottuk a legszebbeknek, legizgalmasabbaknak. Egyébként rendkívül átfogó, minden apró kis részletre valaki talált egy szép rálátást, egy szép megoldást, úgyhogy a településnek a teljes képéből össze lehetne rakni egy nagy mozaikot, ahol szerepelne minden egyes pici részlet. Én köszönöm az önkormányzatnak, hogy most már nem tudom, hanyadik éve kírja ezt a pályázatot, és hát az az érdekes és szépség benne, hogy mindig jobb és jobb képek készülnek, tehát szorgalmazom, hogy a jövőben is történjen meg ez a pályázat kiírása, és az alkotóknak pedig, hogy egy kicsikét legyenek figyelmesek, figyelmesebbek. Én mindig azt mondom, hogy a exponáló vagy a kioldó gomb lenyomását előzze meg gondolat. Ahogy a Péter elmondta, nagyon nehéz helyzetben voltunk, viszont én reflektálnék arra, hogy a Péter azt mondta, hogy a gomb lenyomása előtt gondolkodjunk. Én azt is mondom, hogy a gomb lenyomása után is nézzük meg a digitális technikában. Most már úgy előttünk ugye meg lehet nézni a képeket, nézzük meg, és hogyha nem úgy ítéljük meg, hogy az a kép jó, vagy valami hibázik belőle, akkor nyugodtan használjuk a delete gombot, és menjünk vissza, és fotózzuk le újra ezt a felvételt. Tehát én azt mondom, hogy nagyon szép alkotások voltak, de egy-két esetben én azt javasolnám minden indulónak, hogy tényleg Az egy pillanat, de vissza lehet menni, és meg lehet csinálni ezeket a képeket még jobban, még szebben, és az utómunkára is fordítsunk hangsúlyt, tehát a vágásra is, tehát ne csak az, hogy kijött a kép a készülékből, és akkor azt fogjuk, és mindenféle gondolkodás nélkül beadjuk pályázatra, hanem nézzük meg, igen, kicsit foglalkozzunk vele, tehát legyen egy kicsit utóélet ennek a képnek, mert azzal fejezzük ki igazán azt, hogy mit is akartunk mi azzal belelátni, illetve mit akarunk azzal kifejezni. Megosztott harmadik helyezett lett Láng András, Dérbefagyva című képe. Gratulálok, Andris! Valamint harmadik helyezést ért el Horlik Zoltán, Szent Imre tér című képe. Gratulálok! Megosztott második helyet ért el Králik Adél, Téli Harmónia című képe. Gratulálok! Valamint második helyezést ért el Horlik Zoltán, Szent Imre kút című képe. Gratulálok! E
első helyezést ért el Sándor Lajos Hulló című képe. Gratulálunk!